Na, sziasztok mindenki! Itt újból a Vörszjátékos jelentkezik. És amint tudjátok, remélem, előző videómban a Volkswagen Transporter T3-asnak csinálta meg a gyári verzióját, ami valami a 2,1 literes soros négyhengeres motorral. Legalábbis ezt találtam így hirtelen róla. És hát az a motor az mennyi is volt, 120 lóerő, azt hiszem, 100, nem 110, azt hiszem, szóval 110 lóerő, és 177-tel tudott menni. Most ugyanazt a motort csináljuk magunknak, ugyanakkor a kapacitású motort, mert nem biztos, hogy ugyanakkor lesz a lökete meg a furatja, mert már nem emlékszem, hogy mennyi volt. Állítok, hogy 2,1 literes. Na, legyen így jó. Szóval ekkora lesz a motor, és most mindenféle földi jót rakunk bele. Megmondom őszintén, hogy azt hiszem, hogy turbót is fogok rakni, nem? Most lesz először, hogy egy ebbe a sorozatba egy általam tervezett autóba turbó is kerül, ugyanis hát eddig nem voltak olyan autók, amiben lehetett, mert most megyünk ugye ebbe a játékban. A karosszériák úgy vannak, hogy 1945-től, 46-tól azt hiszem, lehet hülyeséget mondok, nem tudom, azt hiszem ugye 40-es, 50-es évektől megyünk ugye egészen 2012-ig. És eddig régebbi autókat csináltam. És most először csinálok egy olyan autót, ahol turbó is van. Ne jegyetek meg a 24 lóerőtől, azt könnyen kijavítjuk. Na, már 250 lóerő van. Az eredeti 110 volt, azt hiszem. Szóval nem lesz probléma itt az erő. Igazából már régen gondolkodtam ezen, hogy mi lesz, hogyha egy gyárival megegyező méretű motoros autóval egyszerűen annyira jó munkát végzek, és annyira erős motort csinálok, hogy azt már nem tudom túlszárnyalni, amikor amikor kéne csináljam ugye azt a hiper-szuper erős verziót. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogy sikerül. Egyelőre egész tetszik amit csinálok, és ahogy sikerül. Ha látjátok, a nyomaték folyamatosan megy felfele, ami nem lesz rossz majd nagy sebességeknél. Most van először ugye ebben a sorozatban, hogy turbomotorral működöm. Már csináltam turbomotort még akkor, amikor kezdtem az automation-os videókat. Akkor volt egy sportkocsi, egy ilyen hiper szuper, azt hiszem az a címe, igen, a videómnak az a hiper szuper meg a sportkocsi. Abban volt még turbó, meg igazából nem tudom már hogy melyikben. Közben itt ilyen próbálom állítgatni, úgyhogy minél több lóerőt sajtolja ki a motorból. Egyelőre már dupláját produkáltam annak, amit
kéne, de szerintem a triplája is menni fog. Van egy olyan érzésem, hogy ezzel a 340-350 lóerő is simán menni fog. Egyébként itt már vesztek lóerőket. 308 volt a legjobb. Itt még a kipufogónál szerintem, na ugye szeretek mindig tippelni, gondolom már megszoktátok, hogy már az agyatokra megy. Na ja, 350-et szerintem tippelem, hogy ki lehet hozni ebből a motorból. És lám, szépen túl is léptük a 350-et. Összesen 16 lóerővel léptük túl a 350 lóerőt, amit én tippeltem. Hát ez már igazából az eredeti gyári motornak a háromszorosan teljesítményre. Hát igazából jó, mondjuk be kell valljam, hogy egy picit úgy érzem, mintha egy kicsit csaltam volna, mert hát ugye az eredeti a szívó motor, én meg egy turbót is rácuppantottam, de hát igazából miért ne, ha lehet. Még itt nézem, hogy mit lehet esetleg beállítani, szerintem ez a 368 lóerő ez marad. Itt már többet nem tudok beállítani, hanem itt, hogy jó legyen. Még egy kicsit. Itt már megvan a maximum. És ha lejjebb viszem. Nem. Ennyi, 368 lóerát. És 152 kiló. A másik az mennyi volt? Azt hiszem 130 vagy... Na, már nem emlékszem. Sajnos nem emlékszem, de remélem 130, mert akkor csak 22 kiló többlet van. És van egy annyi lóerő, hogy azt se tudja majd mit csináljon vele. Ez a verzió, ez a piros lesz. De ugye van nekem egy olyan taktikám, hogy azt az autót, amit teljesen gyári, azt kékre szoktam festeni. Azt, amelyik a gyári motort használja, de már általam is felspécízve, az piros szokott lenni, és amibe a lehető legerősebb, vagy lehető, hát amiben egy jóval erősebb motort rakok, ami már nagyobb, az a verzió, az szokott zöld lenni. Hát próbálom ezt a trendet folytatni. Mondjuk előre nem tudom, miért teszek hűtőrácsot, mert úgyis hátul van a motor. Tényleg, amúgy azt hiszem a gyári verzióról kifelejtettem itt hátul a szemlőzőt. Nézem csak meg, mert itt vannak nekem a képek, amiből puskázok. Szóval nem fejből csinálom meg ezeket a... Igen, itt hátul a beömlő nyílást elfelejtettem. Mindegy. Most már... Hát lehet majd videón kívül majd megcsinálom azt is, hogy legyen minél élethűbb, valósághűbb az a verzió is. Egy ilyen valami ilyesmi. Na. Na, majd miért nem akarja? Újra? Nem tudom, néha így gondol egyet, és akkor egyes cuccokat nem tudok feltenni a kocsira. Na, megjelent. Szóval valami ilyesmi van a gyári verzión. Hátul.
Mondjuk ez így nem néz ki jól. Így. Így valahogy van, azt hiszem, a gyári verzión. Ezt majd pótolni kell. Bár lehet, hogy már nem nyúlok hozzá, mert nincs kedvem variálni. Szerintem elfelejtem, mire a BMMG kell. Hát most azt nézzétek el nekem. Meglátom majd. Nem ígérek semmit. Esetleg majd szavazásra bocsájtom, hogy csináljam meg, vagy nem. Vagy csak egyszerűen megcsinálom. De megcsinálom, mert engem zavar, hogy nem tudom, hogy nincs ott. Mondjuk azt nem tudom, hogy fordítva raktam be. Mindegy, jó ez így. Szóval majd oda rakom ezt is. Hát ez már lehet összkerékhajtásos. Kézi vagy? Tudom, kézi, mert az 5 fokozatú. Jó. Másik, előző verzió 177-tel ment, szóval... Megmondom őszintén, ennél a verziónál, hogy ez háromszor erősebb, ez jó 200... majdnem 200 lóerővel erősebb. Akkor 190, azt hiszem, vagy valami olyasmi. Úgyhogy elvileg szerintem a 200-at túl kéne lépjem. Méghozzá elég sokkal, olyan 220-ra tippelek. Elég lesz egy is. Hát olyan 220 km per órára tippelek végsebességként. Mondjuk ez vagány, mert a stabilitáshoz nagyon sokat ad hozzá. De 28 kg... nem tudom. Itt mindig vacilálok, hogy állítsam be ezeket a dolgokat, hogy inkább a sebesség, vagy inkább a stabilitás, vagy melyiket hogy. Igazából tanulva az előző videóimból, amikor ilyen nagyon össze-vissza autókat csináltam, amelyeket egy rémáló vezetni. Arra a következtetésre jutottam, hogy inkább egy kicsit odafigyelek, hogy stabilabb legyen a kocsi, mint hogy nagyobb sebességet érjek el, mert egyszerűen nem éri meg csinálni egy hűde, hiper szuper erős autót, hogyha nem tudod rendesen irányítani. Mindig baja van azzal, hogy instabil. Pörgés, látszót. Hol is van? Hol kéne lenni? Nézem a kipörgés, látszót. Az az LSD, ez vajon micsoda? Elvileg jobban vezethető lenne kocsi tőle. Egy kicsit lejjebb a mindig probléma. Pedig igyekszem most már komolyan venni ezt a stabilitás problémát. Amióta azokat a vezethetetlen autókat csináltam,
Tehát nem tudok mit csinálni, ez csak a... igazából nem ér. Hát, tudjátok mit? Teszek rá egy hátsó szárnyat, vagy nem tudom, egy spoilert oldalra. Nem tudom, az oldal spoiler, ez van-e valami hatással a kocsira. Na, nem is engedi felrakni. Hoppá, megjelent. Hopp. Na. Kicsit akadozik. Na. Tedd már le. Na, mindegy. Akkor rakjunk előre. Egy ilyen kis ívet. Így. Jó lenne, ha középre is raknám. Jó, és akkor rakjunk egy... hát rakjunk egy ilyen kisebb... vannak ilyen kisebb diffuzorok, amik még nem annyira szuper spécik, mint ami a majd a... majd a legerősebb verzióba kerül. De azért... hát, ha egy picit... egy picit hozzáad ez is a, az autó stabilitásához. Hát nem éppen kompatibilis ezzel a karosszériával. Na de nem tudom, igazából szárnyat erre a kocsira nem tudom, nem mikrobuszokra való, esetleg egy ilyen pici diszkrét valamit ide a tetejére. Így. Középre. Így esetleg ide a tetejére valami kis diszkrét. Nem tudom, ez nagyon csúnyán nézik ki. Hát nem tudom, hogy rakni. Na, lássuk, hogy de elvileg most már lesz olyan, hogy be tudom állítani a... aha, itt a szárnyakat. Na hát rakok egy kicsit nagyobb leszorító erőt, nem tudok mit csinálni. Még mindig nem jó. Akkor adjunk hozzá szervót. Na, még mindig nem jó. Hát az erő, lóerőt azt nem fogom csökkenteni. Azt mondja, a váltónál valamit babrálja, de hát nem tudok már mit babrálni a váltónál. Kéne vastagabb gumi, csak szélesebb gumit kéne. De nem tudom, hogy hogyan csináljam, hogy, hogy megfelelő legyen. Lehet, hogy valami könnyű kerék, valami könnyű fémtárcsát kéne rakjak. Most valami... hát... egy ilyet. Lássuk. Még mindig nem tudom alakítani. Ezzel hiába variálok. Igazából itt csökkentem egy kicsit a kerék méretét, hogy az is kisebb súly. A sebességen lehet, hogy változtat, nem tudom. Mit csináljak még? De a karosszériához, ha visszamegyünk itt, esetleg ezt egy picit megszélesítem. Hát, ha nem, nem zavar bele az eddigi izébe, de hát, ha lehet, akkor egy vastagabb kereket alá pakolni. Már mindennel próbálkozom. Aha, most már vastagabb gumikat engednek.
tegyük a maximumot. Még mindig nem tetszik neki. Akkor így marad, nem érdekel. 235 km per óra, 522 másodperc. Ez úgy oké, szerintem. Az eredeti 177-től remélem, hogy vezethető lesz. Na jó van. Akkor ezt szépen átküldjük a BeamNG-nek. Ezt a kis... Hát szerintem elég durva mikrobuszt csináltunk. Ahhoz képest, hogy ugye ez egy ilyen nagy családos... Hoppá, hátul még nincs semmi. Azt hiszem, hogy ezzel az elállítással elugrott van a hátsó lámpa. De jó, mikor... Akkor már azt hiszed, hogy kész vagy. És akkor kiderül, hogy mégsem. Akkor vissza a karosszériához. Azt hiszem ez volt. Ha nem is ez volt, akkor most ez lesz. Jó, és... Azt hiszem ez a hátsó, ha? Ez a hátsó spoiler lesz. Hoppá. Elég szélesen. Aha, ez a kettő volt. És akkor... Ez változtat valamit a... Nem változtat a teljesítmény semmit. Azon gondolkozom, hogyha neki úgyis mindegy, akkor itt a leszorító erőt azért egy picivel lejjebb viszem. De elvileg kb. Ennyi is elég szerintem. És valamit még. Hát a kerekek, igazából első guminak szerintem nem kell akkora. Még itt igyekszem egy pár piklót leveszek, mert igazából értelmetlen. Ha úgyse tetszik neki, úgyis vacakol, hogy nem jó. 235-tel ment, ugye? Na, megpróbálom itt úgy variálni, hogy hát, ha egy picikét még tudok javítani azon a végsebességen. Levelültetve sportmotor és sportfelfüggesztés. Mondjuk van race is. És ha azt rakom be, nem érdekli, mindegy. Na, 259, tehát egy 6 km per órát nyertem, de a gyorsulás az csökkent, mert hogy hosszabb a váltó. Is volt a váltó itt. Lehet, hogy még egy picit feljebb viszem, akkor még jobb teljesítményt érek el. Aha. Itt volt a 534. Mindegy, ez az 5,6 másodperc is szerintem bőven jó. De azt hiszem, hogy meg lesz a 260 is. Aha, 268. Ahogy látom, tudná ez többet is. Csak az én sebességváltom korlátozza a tempóját. Hát úgyjuk fel egy olyan 299, aha, 300-ra mondjuk. Úgy látom, meg ez is
probléma is elhárult. És lássuk, 267 mennyi volt? 2, aha, 267, akkor lehet még egy picit lejjebb viszem a váltót, olyan 270-re, most megint piros, de nem érdekel. 269, na hát ennyit lehet, 1,34, hátsó lámpa megvan, a hátsó spoiler az nincs meg, mindegy, nem baj, jó lesz ez így, na akkor újra feltöltjük. Igazából, hogyha valamit változtatni akartok, igen, keresem a szavakat. Ha változtatni akartok valamit az eredeti modellen, amit már egyszer elküldtetek a BeamMG-be, hogyha újra megnyomjátok az exportot, ugyanahol nál a modellnél, akkor felülírja. Ja, visszamegyek a gyári verzióhoz, és felrakom azt a izét, amit akarok. Hát melyik lehet van? Szerintem ez. Ezt a hátsó ilyen légbe szívó nyílást, amit ígértem. Igen, ez volt. És akkor ide rakjuk ezt is. Így. Az összem fordító van. Mindegy. Jól van ez így. Kicsit még. Megnyújtok rajta, kb. Így néz ki összem az eredetibe. Valahogy így néz ki összem. Na szóval legyen meg ez is. Ezt is elküldjük, hogy felülírja a BeamMG-be. Legyen meg a helyes változat. Az el se sikerült rosszul szerintem. Főleg az elejére vagyok büszke. Ezt így meg lehet. Hát hátul. Kb. Így néz ki. Azt nem értem, hogy a játékba miért nem lehet hátra rakni a motort. Mert eredetileg ugye hátsó motoros ez a kocsi. De összes karosszéria felépítésnél csak első motort láttam. Na jó, következő videóban majd belerakunk egy V16-os motort, és meglátjuk, hogy az hogy szuperál. Hát, nem tudom, egy ilyen 3-3 és fél literes, hát talán 4 literes motort fogok belerakni, mert van hely. És megmondom őszintén, hogy célom elérni vele a 300 km/h. Én úgy érzem, hogy lehetséges, mert ezzel a verzióval, ez a 300, mennyi? Azt hiszem 330 lóerős, nem ez a verzió, ez a 110 lóerős, másik, az azt hiszem 360 lóerős. Szóval azzal elértem a 269-et, úgy érzem, hogy azt a 30 km/h azt én le tudom dolgozni valahogy. Na meglátjuk. Tartsatok velem akkor is. Sziasztok!